Szívesen oldják meg még a matematika feladatokat is a gyerekek az okos tanteremben, de az általános iskolások például történelem és technika, vagy éppen énekórán is részt vehetnek itt. Az intézmény igazgatója azt mondja, nagyon örülnek a gyerekek annak, ha ebben a tanteremben van órájuk. 8 pedagógusunk végezte el, illetve végzi a továbbképzést. Hát alsóból is van jó pár tanítónéni, illetve felsőből történelem, matematika, földrajz, ének, technika órákon fogják alkalmazni, és lelkesen kb. 250 gyereket érint a most induló programunk. A teremben többek között a csoportos munkához alkalmas bútorok, tabletek, 3D nyomtató, valamint lézervágó és legók is vannak, amelyek mind beépíthetők az órai munkába, legyen szó bármely tantárgyról. Fontos, hogy a program nem merül ki az okos tanterem kialakításában, hiszen az Alba Innovár és a Székesfehérvári Tankerületi Központ együttműködésében a Németh László általános iskola 8 pedagógusa részt vesz egy olyan képzésben, amelynek során felkészítik őket a beszerzésre került eszközök és a digitális pedagógiai módszerek használatára. A fejlesztés a helyi vállalkozások támogatásával a képes programon keresztül valósul meg. Körülöttünk is persze egy nagyon izgalmas tanterem található teljesen más bútorokkal, csapatmunkára koncentráló elhelyezéssel, modern eszközökkel, de mégsem ezek a legfontosabb kérdések. A legfontosabb kérdés az erre nyitott és erre a munkát, a felkészülést vállaló pedagógus, aki, hogyha ezt vállalja, akkor utána ezt a fajta szemléletet tudja ebben a teremben alkalmazni és átadni. Székesfehérváron már csak 3 olyan általános iskola van, amelyben nincs okos tanterem. A polgármester hozzátette, a következő tanévben már mindegyikben használhatják majd a gyerekek.